Drágult a fa és más alapanyagok is, egyre többe kerülnek Magyarországon. A megkérdezett szakemberek, bár tapasztalják a változást, egyelőre nincs emiatt kevesebb megrendelésük. Valószínűleg éppen az óriási kereslet és a járványhelyzet miatt kialakult alapanyaghiány okozza a folyamatos áremelkedést. . 2016 óta foglalkozik asztalos szakmával Kovács Rihárd, aki idén már vállalkozóként dolgozik a piacon. A fiatal faműves elmondta, hogy nem örül annak, hogy megdrágultak az alapanyagok, de szerencsére így sem tudja letenni a munkát, mert bőven akad megrendelés. Észrevettük az egész alapanyagok között a drágulást, de viszont sajnos nem tudunk vele mit csinálni. Követjük, meg ugyanúgy adjuk az árajánlatokat, csináljuk a bútorokat. Én igazából azt nem veszem észre, hogy ezért, mert hogy volt a drágulás, kevesebb bútort kértek volna. Munka ugyanúgy van, nem is kevés, hála Isten, de igen, nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, vagy hogy mire fog ez, úgymond visszaesik el, vagy még megy tovább felfele. Egyértelműen látszik a nagymértékű drágulás a fürdőszoba és a burkolatok piacán is egy nagykanizsai fürdőszobaszalon munkatársa szerint. Híradónknak elmondta, előfordul, hogy egy-egy terméknél többszörösen módosítják a beszállítási határidőt, aminek következtében szintén áremelés tapasztalható. Minden évben van valami fajta drágulás, az általában olyan 5-6, maximum 10%-os áremelkedés szokott lenni, és ez minden gyártóra vonatkozik. Az idei évben nyilván látszik, hogy duplázódtak ezek az áremelkedések. Van olyan gyártónk, akinek például most 20%-os áremelkedéssel fogjuk bevételezni a terméket, és azt gondolom, hogy ez így várható. Sőt, előrejelzések is vannak, hogy további drágulások várhatók. A megkérdezettek szerint a faanyagok a jövőben még tovább drágulhatnak, és a szanitáranyagok költsége szintén egyre többe kerülhet, az egyre nagyobb hiány miatt. Orbán Viktor miniszterelnök gyors intézkedést ígért, de jelenleg még nem érkezett rendelet vagy szabályozás ezzel kapcsolatban.